Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Az Unió mai vendége olyan világhírű énekes, előadó művész, aki egész életét a népdal, és elsősorban a magyar népdal és a magyar népzene ápolásának, művelésének, magas szintű művelésének szentelte. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Sebestyén Márta, Kossuth Díjas népdalénekest. Most önkényesen kiemeltem a Kossuth Díjat, azt számos hazai és külföldi elismerés és kitüntetés közül, melyeket én most nem is tudnék felsorolni a rövid, alig fél órás műsoridő keretein belül. Én úgy hiszem, hogy nem kell a kedves nézőknek, sőt biztosan tudom, nem kell a kedves nézőknek bemutatni neved, jól ismert a Kárpát-medencén belül és kívül egyaránt. Úgyhogy mindjárt föltenném az első kérdést. Mi vezetett arra, hogy a magyar népdalt ilyen magas szinten hosszú ideje műveled? Hogyan lettél a népdal, a magyar népzene szerelmese? Hát ez nagyon szép indítatásom és indulásom volt. Nagyon koráról kezdem, magzati korban már megkaptam az első impulzusokat, és ez egyáltalán nem túlzás. Édesanyám a jelzett időben Zeneakadémián hallgatója volt többek között Kodály Zoltánnak, Lajta Lászlónak, Szabolcsi Bencének, ezek fantasztikus nevek, ugye ebben már talán jelzem is, hogy miféle tudományokat hallhattam én már ilyen pici gyerekkorban, már születésem előtt is, illetve aztán milyen közegben nőhettem föl, hiszen édesanyám Kodály növendékként pontosan azt a szellemiséget képviseli, ami ma olyan fájdalmasan hiányzik egyébként az iskolai énektanításból is. Én viszont ebben a környezetben nőhettem föl, édesapám pedig egy közgazdász ember, akinek zenével nem volt túl jó kapcsolata, de egy paraszti családból származik, Vas megyéből, és a gyerekkoromban nagyon sok olyan hatás ért ott és élmény, amit most érzek csak igazán, hogy milyen fontos lehetett. Ő pedig a nyelveknek és a történelemnek volt a szerelmese, és nagyon sokat tanulhattam tőle is. Hát így aztán talán már evidens, hogy az ember ilyen közegben nem papolást hall, hanem a szüleinek a magatartásából egy olyan természetes kötődést a hazához, ehhez a kultúrához, azt magába szív egész egyszerűen. És meg vagyok róla győződő, hogy ez a legjobb módszer, gyerekeknek élményeket kell adni, iskolai tananyagként, ha egyáltalán ugye iskolában tananyag az ilyesmi, de szerintem sajnos nem igen, akkor nem tudnak azonosulni, azt sem tudják, hogy tulajdonképpen kicsodák, nem tudnak semmit a háttérről, a kulturális háttérről, és én úgy érzem, hogy az lett a feladatom, bár nem volt tudatos választás, hogy élményszerűen a magyar népzenét úgy átadni, hogy a gyerek utána már magáinak érezhesse, nem csak a gyerek, bárki, aki ebben találkozik. Hát igen, dalaid, lemezeid, CD-id messze ismertek a Kárpát-medencén belül és kívül, mint mondottam. És a királyi udvarban is előfordulnak. A királyi udvarban, meg a király dombon, ugye már korábban kezdted az énekesi pályádat, de tudom, hogy a Réka szerepébe a király dombon, az István a királyban ismerte meg a teljes, széles, nagy magyar közönség, hallgatóság a hangodat, és szívébe zárta azonnal. De hát azóta járod a világot. Tokiótól, Ausztrálián keresztül az angol királyi kastélyig, és mindenhol leteszed a magyar kultúra nagyköveteként a névjegyedet. Hogyan fogadják a magyar népdalt világszerte? Olyan érdekes, hogy rendszeresen megkérdezik itthon, hogy és akkor milyen nyelven énekelsz? Hát milyen nyelven? Hát ez egy bolond kérdés. Hát magyarul. Hát magyar népdalt az ember magyarul énekel. Na és megértik? Persze, hogy megértik, ugyanis így kell a dolgokat megérteni. Rengetegféle népzenével foglalkozom, és azokat a nyelveket én nem értem. De mégis a zenén át az ember szinte magába szippantja egy népnek a gondolkodásmódját, a szimbólumait, a valóságát. És ez olyan szép dolog, hogy ezt én egy pár percben akár át tudom adni. Úgyhogy a nyelv, ez szerintem egyáltalán nem elválasztó vagy akadály, hanem adott esetben inspiráló lehet. Rengeteg japán például azért jön Magyarországra, mert megtetszik neki a magyar nyelv, a zene, és elkezdi a kultúrát felfedezni magának. A külföldi előadásokon és koncerteken valaki ismerteti valamilyen formában a népdalok szövegét, vagy erre egyáltalán nincsen szükség? A szövegeket nem is igen szoktuk
ismertetni. Én énekelek olyan kelta dalokat, amiknek egyszerűen nem is tudom, hogy pontosan miről szól, de mégis a dallamok annyira hordozzák ezt, hogy szinte fölöslegessé teszi. Hát most megkérnem én, hogy aki végighallgat egy 5 felvonásos operát olaszul vagy németül, az minden szót pontosan ért? Nem. Valószínűleg tisztában van magával a történettel, és átadja magát a zene élvezetének. Én nekem írt egyszer egy német férfi egy olyan gyönyörű képeslapot, párizsi koncerte jött el, és azt írta nekem, hogy neki a mindennapjaihoz hozzá tartozik most már a magyar népzene hallgatás, mert annyi élményt kapott többek között tőlünk, hogy neki ez muszáj. Tehát azt mondja, hogy sírva fakad, ha a magyar becei öreges csárdásokat hallja. Ezt így leírta szó szerint. Tehát kérdem én, hogy akkor vajon miért lehet több köze egy német mérnöknek, aki Párizsban él, a magyar becei öreges csárdásokhoz, mint nekünk magyaroknak? Mivel mondhat neki többet? Igen, tehát a zene önmagáért beszél, és nyilván, hogyha szívvel adják elő, és szép énekhangon, akkor az megszólítja a hallgatóságot. És ahogy tudom, a külföldi útjaidon, ahol ír, vagy kelta, vagy baszk dalokat énekelsz, azon a nyelven énekelsz, mint ahogy te is említetted, nem tudván ismervén pontosan a szöveget, de a zenei mondani valót, a zenei üzenetét azt tudod magadévá tenni és közvetíteni. Az tény, hogy ehhez azért kell egyfajta érzék, meg adottság. A Balmos Béla mondta egyszer, még fiatalabb koromban, hát akkor engem mint egy kislányként kezeltek, hogy kisfiam, azt a szivacs agyarat, hogy te mindent magadba szippantasz. Valójában tényleg a zenén át a szöveget is rögzítem. Tehát valószínűleg ez a zenei memóriám elég jó lehet, mert a réges-rég nem hallott, utoljára a gyerekkorban hallott dolgokat is azonnal fel tudom idézni, és azt visszaadom pontosan úgy. Úgyhogy baszkok is úgy választottak ki engem, hogy közölték, hogy nekik ez a hang, az én hangom szimbolizálja a baszk nép szabadságvágyát, még mielőtt valaki esetleg gyanakod, hogy részt veszek bármiféle ilyen mozgalomba. Nem. Azt gondolom, hogy ez nagyon érdekes találkozás, amikor egy olyan népnek a fiai zenészek, akikkel egy szót nem tudnék váltani az anyanyelvükön, mégis úgy gondolják, hogy a zenében közünk lehet egymáshoz. A kérdésre, hogy hogyan fogadják a magyar népzenét külföldön, talán egy konkrét példán keresztül próbáljon meg válaszolni. Az egyik legemlékezetesebb, vagy említésre méltóbb fellépésed az elmúlt időszakban Károly Herceg meghívására voltál Angliában, ahol a magyar októberi forradalom és szabadságharc 50 éves évfordulójának a tiszteletére rendezett ünnepségen léptél fel. Mit adtál elő, és hogyan fogadta a királyi család, meg a, hát gondolom, prominens hallgatóság ezt az előadást? És ez el kell mondanom, hogy ez most a harmadik találkozásom volt vele, hiszen legelőször az ő kedves édesanyjának, ő felsége, második Erzsébetnek kellett énekelnem méghozzá egy olyan úton, amikor Göncz Árpád az utolsó ilyen elnöki vizitjén egy ebédet adott a királyi családnak, és ott aztán tényleg mindnyájukkal megismerkedtem, de azért el lehet képzelni, hogy micsoda merev szabályok, és olyan szituáció, ami teljesen idegen attól, hogy föláll egy ember, és elkezd énekelni egy magyar népdalt. Tehát ez valósággal egy abszurd szituáció, és mégis meg kell tudni oldani. Tehát lelkileg annyira biztosnak kell lenni ebben, hogy ez önmagáért fog beszélni, hogy szépen természetesen el kell tudni ezt énekelni. Ezt nem mondom, hogy az embernek azonnal mehet, hogyha nincs ebben már egy kis tapasztalata, de az idén éppen 33 éve foglalkozom ezzel. Felálltam, és azt mondtam a felséges asszonynak, ráadásul angolul, pedig az ember nem is igen merne ilyen közegben beszélni, hogy én úgy gondolom, hogy a legméltóbb, hogyha egy uralkodónak, én egy nagy magyar uralkodóról énekelek, első Szent István királyunkról. És egyszerűen elénekeltem az Ó Szent István tiszteltessel kezdetű gyönyörű szép csángódalt. És mihelyest elkezdtem énekelni, ott már minden ilyen merevség eltűnt, az arcokon is látszott, hogy úgy megkönnyebbültek, és olyan áhítatos csend volt. Azt azért elmondták nekem, hogy olyan viharos tapsokat ne várjak, mert ő nem így vannak nevelve az udvarnál, tehát nincs ilyen ölelgetés, puszilgatás, de Károly Hercegre számíthatok, hiszen ő nagyon érdeklődik a zene iránt, és más típusú ember sokkal természetesebben reagál. Ez pontosan így volt. Ő kereste az utat felém, tört át ott az embereken, és megkérdezte, hogy vajon hogy lehetne még többet hallani ilyesmit, és aztán a követségről fölhívtak, hogy valóban ezt levélbe is kifejezte ezt az óhaját, és egy egész kis kollekciót küldtek neki a lemezeimből, amelyet ő egy gyönyörű szép levélbe megköszönt. Úgyhogy a várba szerintem nincs túl sok ember, vagy talán Magyarországon sem, aki a Buckingham palotából Károly Herceg aláírásával egy köszönő levelet kaphat,
mert ebben éppen ezt köszöni meg, hogy most még többet tudhatott meg ennek az országnak a kultúrájáról, and it's folk music, ahogy írta. Azért Károly Hercegről, ha már róla beszélünk, az érdemes elmondani, hogy ő a magyar kultúra iránt igen élénken érdeklődik, és hosszú ideje, ugye Makovec Imre építőművészetét, Marton László szobrászművészetét, a magyar lovasportot, ugye... Igen, Erdély épített örökségét. Erdély épített örökségét, igen. Hihetetlen, érdekes, úgyhogy ezt érdemes azért megemlíteni, hogy a magyar zene, népzene és a magyar kultúra iránt ilyen élénken érdeklődik, de... Bárcsak sokan követnék példáját, adott azért esetben is most, is. Hogy, azért is mondtam most, hogy fölhívom a figyelmet, hogy... Ezen az 56-os megemlékezésen egyébként egy nagyon kötött idejű és szépen felépített program volt, ezért itt csak egyet énekelhettem, viszont az nagyon jelentőségteljes volt mindnyárt az elején. A páva motivumot használtam, mint a magyar népszabadságvágyát, a gyűlöletes vármegye házát és a rabság alól való felszabadulásnak a vágyát, ezt énekeltem el, és utána beszélt szegény határgyőző, aki nem sokkal később elhunyt, úgyhogy ez az utolsó találkozásunk volt. De az, hogy a jobbomon Jeremy Irons ült, balobon Margaret Thatcher, az talán jelzés, hogy milyen különös és furcsa szituáció volt, de az ember mégis, ha biztos abban, amit csinál, az neki egy olyan... magabiztosságot ad, ami nem a dőfben nyilvánul meg, hanem egy olyan természetes viselkedésben. Mert hiszen én akkor ott nem egy két gyerekes anyuka vagyok valahonnan, hanem akkor én a magyar népnek az 1000 éves hagyományát képviseletem, és ez magabiztossá tesz. Hát igen, a te művészi pályád az példamutató és kiemelendő ezen a területen, de hát most térjünk vissza ide kis hazánkba. És ugye sajnos meg kell állapítani, hogy a népi kultúra éltető közege, a paraszt életforma eltűnt. Tehát, hát ugye, hogy sajnos vagy nem sajnos, ez tény, tehát ez eltűnt. A népi kultúra szempontjából sajnos, és azt kell most keresnünk, hogy ezt hogyan tudjuk megoldani, hogy ne halljon el a népi kultúra. De ugye ne is váljon skanzenné, vagy valamiféle turista attrakcióvá. Tehát annak idején a Fonóba vagy a Kukoricamorzsolásnál énekeltek, ma már nem énekelnek, hanem a rádió, tévét bekapcsolják, ha egyáltalán munkaközben zenét hallgatnak, meg elmennek diszkóba, és tehát nincs meg a helyi zenekaroknak sem az a szerepe, ami régen volt. Tehát a kérdésem arra irányul, hogy te hogy látod a magyar értelmiség szerepét és felelősségét, hogy a magyar népi kultúrát tovább éltesse, ápolja és őrizze azon a szinten, hogy hasonló szinten, mint amit te is művelsz? Hát ez sokkal nehezebb így összefoglalni, elmondani. Én azt gondolom, hogy nekem például az a dolgom továbbra is, hogy olyan impulzusokat adhassak a széles tömegeknek, az iskolás gyerektől a adott esetben Kossuth-díjas írónak, akinek talán nem volt módja eddig ebben találkozni, hogy érezzenek az örömét. Örömét, és csak élményből lehet táplálkozni, papolásból nem lesz semmi. Tehát, hogyha ez csak tananyag, vagy valami, hogy hát igen, a fenelje meg, azért ezt illik tudni, mert ciki ezt nem tudni, az még nem élmény. Akkor itt a szívünkben nem keletkezik egy ilyen kis meleg hullám. Tehát ezt megismerni, megszeretni kell. Én nekem például ez a dolgom és a felelősségem. A nagyjainknak, ezért nem kellett magyarázni, ők nekik számukra természetes volt ez, most azt nem tudom, hogy vajon hol szakadhatott meg az, amikor ennyire ketté vált, hogy hát jó, hát vannak ezek a népiesek, persze, de nekem mi közöm ehhez, hiszen én egy fővárosi művész, író, mérnök, nem tudom ki vagyok. Na most én is itt születtem egyébként Budapesten, de családom minden ága és minden ősöm kis falvakból, az Alföldről, illetve a vazsi végekről származik, úgyhogy én vagyok az első generáció, én már itt születtem. És akkor én is mondhatnám, hogy végül is mi közöm ehhez, hát én ugye nem abban a közegben éltem, bár sokan azt gondolják, hogy én erdélyi vagyok, és nyilván olyan helyen születtem, és ott éltem, ahol ezeket magammal szívhattam, nem. Erdélyben is nagyon sokszor Kolozsváron például értelmiségiek között járva, ők kérdezik meg tőlem, hogy Hese Mártika, az hogy tanulta meg? Hát hol tanulta meg? Mondom, képzelj el, itt maguktól 20 kilométerre van egy falu, és hogy gyönyörű szépen énekelnek emberek, és rendszeres muzsika van, hát mondom, ajánlom, hogy menjenek el és tapasztalják meg. Mert Bartókék 1906-ban azt gondolták szomorúan, hogy ez az utolsó perc, hogy még ezt lehessen az életben tanulmányozni és megismerni, megszeretni. Szerencsére ebben nem volt igazuk. Mert de hála Istennek ideje korán elkezdték a gyűjtést. Hát, hogy így aztán... van.
Gartó Kodályt követték sokan mások, tényleg, ha nem is azon a színvonalon. Így van, és azt mondjuk Magyarországon egyedülálló módon folyt ez a fajta szisztematikus gyűjtés, rendszerezés. Ebben a világon szerintem az elsők között vagyunk, de Európában egészen biztos. Ki kell emelni Kallós Zoltán nevét is, és utalni is szeretnék arra, hogy nem csak a gyűjtéseivel, hanem a táncház mozgalom beindításával, abba vállalt szerepével. És az egész lényével, ahogy a határon túli az oktatás, a szorványokban, az iskoláknak a gondozása, ő egy valóságos apostol ennek a témának. Ugye ő például biztosan el tudnám mondani, hogy mit javasol az értelmiségnek, hogy hogyan lehetne. Én talán azt hiszem, hogy nem a beszéd, hanem továbbra is az ének útján tudnék erről bizonyságot tenni. Csak kedves nézőknek most érzem, hogy Kallós Zoltánt is meg fogom hívni, beszélgetni. Sőt, még egy olyan gondolat is van a fejemben, hogy elmegyek válaszútra, és ott sikerül beszélgetni vele. Ez hogyha... lenne a legjobb megoldás. Igen, ott, ahol saját fészkén a madarat. Igen. De hát vannak még, akik ugye a magyar népi zenei kultúrát a műveikbe, például Szörényi Levente, őt is ki kell emelni. Ugye emlékszem, amikor én jártam Erdélybe, és bementem Kallós Zoltánhoz, azt mondja, éppen most ment el a Levente, gyűjti, azt mondja, még mindig gyűjti a dalokat, és gyűjti a... Igen, motivumokat, igen. Igen, de egyébként Leventével rendszeresen találkoztunk mi a Kasságba, és annak idején a táncházba, mint hogy a Tolcsvai testvérekkel is. Úgyhogy számukra ez teljesen nyilvánvaló volt, ők ebben éltek ennek a lehetőségével. Illés zenekarba is, és a rockperájba is, ugye a magyar zenei, népzenei kultúra tovább él, motivumokban, igen, mentalitásban. Igen. És mikor egyszer éppen gyűjtöttem Erdélyben, Buzában, egy lakodalomban, tartom a magnót, ugye a zenészekkel, hogy mindenhonnan szépen fölvegye a hangot, odafut egy fiatalember mellém, és gyakorlatilag tönkretett az egész felvételt, mert olyan szenvedélyesen beszélt arról, hogy nekik milyen sokat jelentett az István a király. Ott azonnal össze akart engem ölelgetni, csókolgatni, alig tudtam lebeszélni, hogy most legalább azt várja meg, amíg befejezzük a felvételt. Azt mondta, hogy Réka az István a királyból, jaj, csókoljon meg, mert maga nem tudja, hogy nekünk ez milyen sokat jelentett, és milyen sokat szenvedtünk és kilóttunk, mert tiltották, és bújni kellett, és el kellett dugni ezeket a felvételeket. De mi is sokat szenvedtünk, mert azokat az utakat azért nem felejtem el, amikor gyakorlatilag csempész árunak számított, hogy én a román nemzeti szellemi javakat akarom gyakorlatilag ellopni, ugye? Állítólag kazettákon, amikor a gyűjtési anyagot szerettük volna hazavinni. Úgyhogy annyi trükköt kellett megtanulni közben, ezt az a gyerekeim nem tudják elképzelni és felfogni, hogy mennyi hercegurcával és az ottaniaknak mennyi megpróbáltatással, megaláztatással jártak ezek a találkozások. Hát ugye most az EU-ban remélem, hogy már mindezek csak csúf emlékké fognak szemidulni. Ilyen vonatkozásban biztos, hogy könnyebb lesz az élet, és nem fordulhat elő most már olyan szörnyű dolog, ami annak idején a 70-es, 80-as években mindennapos volt, de még 2006. decemberében is előfordult, hogy könyveket elvettek határon egy magyar könyvterjesztőtől, aki történelmi tárgyú, vagy ne talán még vallási tárgyú könyveket is próbált átvinni. Hát az önkényeskedés azért az van sajnos most is, hiszen nagyon oda kell figyelni, hogy ne lehessenek ilyenek még nyomaiban sem. Jó néhány évvel ezelőtt Mérán volt egy előadói ested, ahol valószínűleg sok szép erdélyi népdalt is énekeltél, és ezt követően odament hozzád egy idős bácsi, és azt mondta, hogy tudja, kedves Márti, műk már nem is lennénk tük nélkül. A történet szép, csak nem teljesen így volt. Nos. Mérában volt Hangya Kati nevű kedves háziasszonyunknál, aki a falu kántora, kiváló nótafa. Igen, elmesélem. Tényleg volt Mérában egyébként egy ilyen koncertünk, ahol bemutathattuk, hogy mit is tanultunk mi tőlük. De ugye rendszeresen olyan sok mindenről el lehetett beszélni, ezek hihetetlen és végtelenül intelligens emberek. Tehát ezt most itt szögezzük le, ugye az értelmiségnek is, hogy a parasztember az nem buta, bugyuta, amikor a nagyon rossz kabaré tréfákban mindig a tájszólással próbálják azt bemutatni, hogy hát a parasztok, meg a hülye paraszt, meg a buta, én ilyenkor olyan duromat kapok, hogy alig tudnak lefogni. Tehát ezt paraszti őseim nevében is kikérem magamnak. Végtelenül sok mindenről el lehet velük beszélgetni, és miközben az embert ott kényeztetik, és jobbnál jobb falatokkal kínálják,
és beszélgetünk arról, hogy mi mit csinálunk, és ők hogyan próbálnak ott helytállni Mérában nagyon nehéz körülmények között, ugye a hagyományaikat mégiscsak tovább éltetve. Azt mondja nekem Kati a házi, azt mondom, tudod, drága Márti, ha műk nem volnánk, tük sem volnátok, és ha tük nem volnátok, műk sem volnánk. Ez volt az a gyönyörű mondat. Pontosan, ezt a mondatot szerettem volna idézni, de most akkor elnézést, de a tegnap este a honlapodon olvastam ezt, egy idős bácsi volt a szerzőként feltüntetve, de olyan az a mondat, hogy azt mondtam, hogy ezt nem lehet. Valószínűleg a Sepsiszentgyörgyi újságíró, aki a hirtelen fölvett beszélgetésből ezt így összegezte, ezt elváltozott kicsit. De a lényeg, mindegy, Hangya Kati mondta, vagy egy öreg kalotaszegi parasztbácsi mondta, a csodálatos mondat és annak a tartalma, annak az üzenete, hogy ők tudják, tudták és tudják, hogy mi a nemzeti identitás, mi az egymásra utaltság, a szolidarás kérdés, az összetartozás kérdése. De sajnos ugyanezt nem mondhatjuk el a határon belül maradt magyar társadalom nagy részéről. Ugye a 2004-es december 5-i népszavazás sajnos ezt fényesen, idézőjelben fényesen igazolta, hogy itt a nemzeti tudattal nagyon sok minden nincs rendben, ami persze tudjuk, hogy a kádári gulyás kommunizmus következménye, és most már a múltat, meg az okokat talán nem is érdemes elemezni, vagy taglalni. És az ugye varázsszóra különben nem változik meg. Nem változik meg. Idealista koromban engem állandóan, ahogy mondják, cikiztek, mert azt gondolták, hogy én egy ilyen szabadságharcos vagyok, és óra alatt kis cetliket kaptam a gimnázium, hogy hajrá, Sebestyén, vissza Erdélyt. Szóval annyira nem értették, hogy én a teljes magyar nyelvtörténetnek ezt a csodálatos, gyönyörű anyagát szeretném megtanulni, és lehetőség szerint átadni. De ez semmi köze annak, hogy az ember, tehát ilyen nagyon rossz ízű mondatokkal, hogy próbálták alásni a diáklányban azt a törekvést, hogy ezt magától értetődően másoknak is átadjam. De hát én ilyen szülőkkel nőttem föl, és talán ez a probléma, hogy akinek a szülői háttér sem, és az iskolában meg végképp nem kapott el semmi információt, hát akkor miért várjuk el azt, hogy olyan nagyon nagy meleg szeretettel, és természetesen fogja föl ezt az összetartozást, amit a mérai parasztasszony viszont így fogalmaz most meg. Most föl kell tennem a kérdést a magyar népi kultúra művelőjének, a népzene, népdal ilyen magas szintű művelőjének, akiben a nemzeti érzés tökéletesen működik, hogy mit kellene tennie? Most egy üzenetet megfogalmazni a terészedről, akinek az életpályája fényesen igazolta hova tartozását és erkölcsi és nemzeti elkötelezettségét, hogy mit kellene tenni, hogy a magyar társadalomban történjen valami változás, hogy túllépjünk ezen a 2004. december 5-i szégyenletes népszavazáson. Hát, mint két gyerekes anya, én mindig ugyanoda térek vissza, hogy a gyerekkorban, tehát az oktatásban, hogy ez beépülhessen, ez a nemzeti tudat a maga egészséges és szép és természetes módján. Ez nagyon fontos, tehát tananyagban, és ugyanakkor pedig a kedves szülőknek is valahogy úgy kéne élni, hogy ez a gyerek úgy nőhessen föl, ahogy én fölnőhettem. Hát akinek 40-50 éves korában, vagy még később még erről magyarázni kell, avval nem nagyon tudok mit kezdeni. Ezért mondom mindig a gyerekeket, hogy ők a jövő, őket már így kellene felnevelni, hogy ebben nőhessenek föl. Érdekes, amikor én 5-6 éves koromban Vásárhelyi Laci bácsiéknál, akiket nagyon szerettünk, ugye a híres koreográfus, táncos, családjaink összejártak, mindig nekünk gyerekeknek is kellett valami szépet a felnőtteknek énekelni, és Laci bácsi meglepett még halál előtt egy ilyen felvétellel, ahol én azt mondtam be, Sebestyén Mártika vagyok, szép magyar népdalt énekelek, és ezt magamtól kezdtem el, azt senki nem mondta, hogy én ezt énekeljem, majd utána minden átmenet nélkül elkezdtem szavalni, hogy talpra magyar, híja haza. Itt az idő, vagy soha, mondtam én ezt 5 évesen. Hát ugye számomra ezek annyira összetartozó fogalmak voltak, hát mit tud bele egy kisgyerek. De ha ezt érzi otthon, ez a levegő járja át, akkor ez természetessé válik, a húsa és a vére lesz. Hát ezt a húsvér dolgot szeretném tudni élményekkel is átadni, és gyerekeknek pedig szívósan szeretném ezt ugye hangsúlyozni, hogy a tananyagokba is kerülhessen bele. Persze ez élményt adó tanárok is kellenek, mert amiket most tapasztalok a gyerekeimen át, azon a téren súlyos problémák vannak. Tanárképzés és az oktatásban ez nagyon fontos kéne, hogy legyen.
Milyen további terveid vannak? Most elsősorban a hazaiakat szeretném itt megosztani a kedves nézőkkel, hogy tudják, hova küldjék a gyereküket, milyen rendezvényre, vagy hova vigyék el a gyereküket. Például tavaszi fesztivál keretén belül. Ez olyan jó dolog, hogy ezek nem ilyen generációs dolgok, hogy na ide a gyerek menjen, oda meg a nagymama. Hát ezekre a koncertekre az egész családok jönnek el. A várandós kismama, a nagymama, az unokák, mindenki eljöhet. Tényleg, ezek csodálatos dolgok, amikor Debrecen Egyetemen ott a nagy terembe ott ülnek teljes családok, és kilógnak a folyosóra, csilláron is lógnak. Az idén, ugye Kodály év is van, ami számomra egy rettentesen fontos és nagyon szép év, ugye már céloztam rá, hogy 1000 szálunk, kötődöm Kodályhoz, az ő szellemiségéhez, tevékenységéhez, tehát ez különösen fontos számomra, hogy nagyon sok helyre juthassak, iskolákba is, meg olyan helyekre, ahol ezt hangsúlyozottan majd ugye terítékre kerül. Azon kívül pedig 33 év az idén, hogy engem Sebő Feri, mint ugrifüles diáklányt kilökött a világot jelentő deszkákra. De hihetetlen ez a 33 év. Ez számomra is, mert ez úgy ment el, hogy szinte nem vettem észre, de magánéletben vannak az embernek fejezetei, hogy mielőtt férhez mentem, mikor férhez mentem, sajnos hozzáteszem, mikor ez, mikor az, mikor amaz, gyerekek születése tagolják az ember életét. De ez benne az állandóság, a kontinuitás, az, hogy gyerekkorom óta abban a csodálatos zenei és eszmei világban élhetek, amiben mélységes mélyen hiszek és amit szeretek. Ezért ez a 33 év, ez így szállt el, és remélem, hogy még van egy másik 33 év, amiben ezt kiteljesíthetem. Hát ennek lesz egy összegzése a tavaszi fesztiválon március 28-án. De úgy tűnik, hogy eljutok még az idén Örményországba és Sanghajba és Kínába, úgyhogy lesz feladat bőven. Kedves Sebestyén Márta, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és tudtunk beszélgetni erről, igen fontos kérdésekről. Kívánok neked művészi pályádon további sok sikert, további 33 esztendőt, hogy a magyar kultúra nagykövetenként Kárpát-medencén belül és kívül tudjál tevékenykedni. Köszönöm szépen, és énekeljünk minél többet. Kedves nézőink, köszönöm a szíves figyelmüket, és mint mindig, most is várom Önöket szombaton este 6:30-kor.